A normafa jelenlegi állapota legfeljebb a megszállott fotósoknak jelenthet különleges élményt, az erdő szinte minden teremtménye szenved a ránehezedő súlytól. Az ónos esőnél is súlyosabb károkat okoz az esőzés, amely a fagypont alatti vagy körüli hőmérséklet miatt ráfagy a fák ágaira. A normafa park munkatársai egész éjszaka figyelték a területet, és reggelre már nem csak az Erzsébet kilátóhoz vezető utat, hanem az egész kiránduló területet lezárták, mert balesetveszélyes az erdei út és az erdő. Egyrészt szakad le a jég, például ezt most hallottuk, másrészt pedig recsennek, törnek az ágak a nagy tömeg alatt. A fiúk is ezt tapasztalták, én is már fönt vagyok reggel óta, úgyhogy folyamatosan láttuk. Törnek le az ágak, remélem, hogy fa talán ez alatt a súly alatt még nem fog kidőlni. A Normafa Park vezetőhelyettese felhívta az erdős területekre tévedők, ott kutyát sétáltatók figyelmét, hogy a legrövidebb időn belül menjenek ki a fák alól, mert a magasról leszakadó jégdarabok, illetve jeges faágak életveszélyes sérüléseket is okozhatnak. Ha a normafán bárki bajba kerül, a 112-es segélyhívószám mellett a park munkatársait, vagyis a 06 20 499 11 11-est is hívhatják munkaidőben. Ha viszont a hegyvidék vagy Buda útjain, közterületein látnak bajba jutott embert, akkor a katasztrófavédelem munkatársait érdemes hívniuk. Az elmúlt 24 órában összesen 12 olyan káresemény történt, ahol a fővárosi tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. Sajnos egy ember sérüléseket szenvedett az egyik közúti balesetben. A közútkezelőkkel, közműszolgáltatókkal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság operatív törzse folyamatos kapcsolatot tart fönt. Éjszaka 75 autóval dolgoztunk, most jelen pillanatban 66 autóval vagyunk itt, a kézi munkaerő létszám pedig 400 fő. Már az ónos eső megérkezése előtt megkezdtük tegnap éjféltől a preventív jellegű sózást, tehát ilyenkor van már szólt aszfaltra érkezik az ónos eső, segítve ez a gyorsabb olvadást. Dorogi Gabriella elmondta, hogy azokról a hegyvidéki területekről, ahonnan a járhatatlan utak miatt nem tudták elszállítani a kommunális hulladékot, a következő napokban elviszik azt, illetve az esetleg pluszban felhalmozódó hulladékot is, ha azt az ingatlan tulajdonosok valamilyen zsákban a kukák mellé készítik. Kelenföldön a MÁV használaton kívüli vágányainak helyén alakították ki azt a P+R parkolót, amely újabb fél ezer autó számára biztosít férőhelyet. A 4-es metró beruházáshoz kapcsolódó fejlesztés egy év alatt készült el. Itt a mai negyedik ütemű átadással együtt már több mint 1500 autós teheti le a járművét, és ülhet át kényelmesen buszra, vonatra, metróra vagy villamosra. Az új ingyenesen használható P+R parkolóból egy liften keresztül juthatnak el az autósok a kelenföldi aluljáróhoz. A parkoló területén fákat telepítettek, és térfigyelő kamerákat szereltek fel. Szenecei Balázs főpolgármester helyettes elmondta, a következő években újabb parkoló kiépítésével szeretnék tehermentesíteni a fővárosi utakat. Az oktatásra fordított források összege 2015-ben 1800 milliárd forint volt. Ez az összeg a tavalyi évben elérte a 2000 milliárdot, mondta Palkovics László, oktatási államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy az idei évben még nagyobb összeget fordít az állam az oktatásra. Ebben az évben folytatódik az oktatásban dolgozók béremelése, ugye az ütemezett módon ez év szeptemberétől további 3,5%-kal nő a köznevelésben dolgozó pedagógusok jövedelme. Az államtitkár szerint az iskola fenntartó átalakítása is sikeresen lezárult a tavalyi évben, így idén januártól 58 tankerületi központban működik a fenntartás és a finanszírozás. Az oktatási tárca képviselője az iskolák digitális átalakítását is fontos programnak tartja az idei évben. 34 milliárd forintot költünk az iskolákban a különböző oktatás segítő mobil eszközökre, számítógépre, a kivetítőkre, digitális táblákra. Palkovics László szerint fontos, hogy a PISA eredmények után a gyerekek és a pedagógusok digitális kompetenciái is erősödjenek. Ennek érdekében több programot is indítanak a jövőben.